Örsted 1820-ban egy nagyon érdekes jelenséget fedezett fel. Egy esti kísérletezés során, amikor is az áram hőhatását próbálta bemutatni, egy iránytű a vezeték közelébe került. És azt tapasztalta, amikor áramok alá helyezte a vezetéket, akkor az iránytű kimozdult. Nézzük meg ezt a kísérletet. Egyen áramot fogunk tehát átvezetni a vezetéken. Látható az, hogy a Föld mágneses mezejéhez a vezeték mágneses mezeje is hozzáadódik, és így az iránytű az eredő mágneses mező irányába fog állni. Látszik az, hogy a vezeték alatt, illetve a vezeték felett az iránytű pontosan ellentétes módon mutat. Ha kikapcsoljuk az áramot, akkor látszik, hogy az észak-déli irányba visszaállnak az iránytű. Ebben a kísérletünkben egy tekercsbe fogunk áramot vezetni, mégpedig ez egy vasmagos tekercs. Jól látszik, hogy most az iránytű az észak-déli irány mutatja, és vezessünk egyen áramot a tekercsbe. Viszonylag kis áram esetén is kimozdul az iránytű, tehát mágneses mező veszi körül a vasmagos tekercsünket. Ha megfordítom az áramirányt, ugye az előbb az északi pólusa fordult a tekercs felé a iránytűnek, ha megfordítom az áramirányt, akkor pedig a déli pólusa fordul a tekercs felé. Tehát egy olyan mágnes kaptunk, aminek a polaritása attól függ, hogy benne milyen irányba folyik az elektromos áram. Az előbb láthattuk, hogy az iránytű kitér a vasmag körül, de az egész tekercset körbeveszi ez a mágneses mező. Ezt nagyon szépen megvizsgálhatjuk egy kézi magnetométerrel, ez egy kis picike, könnyen elforduló mágnesből áll. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha ezt körbevezetjük a tekercs körül. Látható, hogy mindig az eredő tér irányába fog mutatni a kis picike mágnes. És tényleg látszik az, hogy az elektromágnesünknek is, mint minden mágnesnek két pólusa van. A mágneses mező kimutatására alkalmas a vasreszelék. Ugye a vasreszelék a mágneses megosztás miatt minden egyes kis személyisége apró iránytűként fog viselkedni. Ebben a kockában középen elhelyezkedik egy mágnes, folyadék van benne, nem víz, hogy ne rozsdásodjon benne lévő vasreszelék, és ezt egy kicsikét megrázzuk, akkor nagyon szépen lehet látni ennek a mágneses mezőnek a térbeli elhelyezkedését. Ennél a kísérletünknél egy megint csak vasreszeléket fogunk alkalmazni. Ebben a kis téglatesben folyadékban vasreszelék van, és ha ezt a téglatestet ráhelyezzük, miután megráztuk a tekercsre, és a tekercsbe áramot vezetünk, és egy picikét megkocogtatjuk, hogy be tudjanak állni ezek a kis vasreszelékek, akkor nagyon szépen látható az a szabályos rend, ami a mágnes körül lévő mágneses mezőre utal.